Hello, sziasztok! Egy e-bike-os unboxing jön. Itt kint a mulatózenét üvöltetik, és azzal ugye lehirtelem engem a YouTube elhagyó bevételemet. Megkapná a Bódi Gusztáv, vagy nem tudom mit hallgatni, valami fantasztikus műfajt, úgyhogy innét elvonulunk. Még egyszer, bocsánat, itt nincs fény, de hát nem tudok mit csinálni, mert kint üvöltetik a Bódi Gusztit. Nem neki dolgozunk. Úgyhogy bontsuk ki ezt az e-bike-os csomagot. Azt akartam elmondani, ez most egy érdekes csomag, 5 darab Conti belsőnek kell bent lenni, és azért érdekes csomag, mert ugye a múltkori e-bike-os unboxingba bontottam meg 4 darab Freeride, vagy nem tudom Freedom, vagy nem tudom milyen belsőt, na hát ezt sajnos vissza kellett küldenem, mert a szelepek kiszakadtak rendre. Szóval egyet beraktam, és ki is dobta a szelepet, és rögtön le is eresztett. Szóval összeraktam, és rögtön leeresztettem, hogy mi van, van egy tüske a kerékbe, de nem volt tüske a kerékbe, csak közben lefőtt a kávém is. Nem volt tüske a kerékbe, hanem sajnos, ami a kontinál remélem nem úgy lesz. Mindjárt mutatom, hogy hol volt a hiba. Itt van egy belső. Úgyis itt benn fogunk javítani szerintem. És itt tőbe kiszakadt a Freedom, így amikor fölfújt. Tehát mondjuk ebbe sincs egy olyan nagy tartás, de azért egy kicsit bizalomgerjesztőbben néz ki ez, mint a Freeride, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezzel összerakom, akkor ezzel járni is tudok, mert azért ez mégiscsak egy Continental belső, hát meglátjuk. De a lényeg az, amit el akartam mondani, hogy az e-bike annyira korrekt, hogy ezt július 4-én rendeltem azokat a Freed akármiket, de hát nem raktad be rögtön, hanem most lett defektem egy hete, és akkor rögtön, nekem van 4 belső mellő, kaptam, berakom, megnéztem, hogy nincs tüske a kerékben, meg hát amit kivettem, az is olyan helyen lett lyukas, hogy az nem az volt, mindegy, felütéses defekt, berakom, fölfújom, összerakom a bringát, örülök, jövök haza, hogy megyek tekerni, nem tudok, le van eresztve. Kiszedem, mondom, hol ereszt? Mégis van benne egy tüske, nem, ki volt fordulva a szelep, és ott eresztett, és akkor felhívom az e-bike-ot, és mondom nekik, hogy ez a probléma, azt küldjem vissza, az biztos se lehet. De mondom, minden 4 ugyanilyen technológia, bizalomgerjesztő, minden, küldjem vissza az összeset. És ugye, mivel július 4-e, és most augusztus, most már szeptember 2-a van, ilyenkor már nem érdemes, vagy nem érvényes a Foxpostos nyitókódod a visszaküldéshez, hanem viszont ha rendelsz, akkor nem kell visszajuttatni Pestre így, hanem ha rendelsz valamit, esetemben úgyis kell beesni, akkor rendelek tőlük kontit, az eddig mindig bejött, csak ez ugye 2200 forint, ez meg 1200 forint, de majdnem kétszer annyiba kerül, meg akartam próbálni az olcsóbbat, nem jött be. Ugye csóra vagyok ahhoz, hogy olcsót vegyek, megint ez jött. Reméljük, hogy tényleg jó lesz, és annyira korrektek, hogy mondom, akkor rendeljünk annyit, amivel a különbözetnek kell ugye 4000 forint fölött lenne, akkor csak 1000 forint Foxposttal, és akkor ezzel a kóddal, amivel ez jön, és csak a különbözet fizetem ki, vissza is ment az a csomag, és előre elhitték, hogy én tényleg feladom nekik a csomagot, és tényleg nem fogom őket átcseszni 4 belsővel, és jóvá írták, pedig csak még most lettem be az automatába, szóval e-bike, korrekt cég, tessék tőlük rendelni. Ennyit akartam mondani, aztán szerelem is be a belsőt. Ja, meg iratkozzatok fel, hogy hát nem maradjatok milyen fontos dolgokról, meg hát ti is vegyétek a drágábbat szerintem, mert ezzel nem lesz akkor a szívás.